mindig az újdonságokra vagyunk a legjobban kiéhezve. Akiknek ez lesz az első Dental World-je, arra készüljenek, hogy rengeteg újdonsággal fognak találkozni. A 2015-ös Dental World-re egy minden eddiginél nagyobb standdal készülünk. A 2015-ös Dental World-re készülünk már egy ideje. Nagyon sok új kezdeményezés indult el a mi klinikánkról. Részben a lézerekkel kapcsolatosan, részben az implantológiával kapcsolatosan, illetve azzal az új szemlélettel, amit mi preventív és prezervatív fogászati szemléletnek mondunk, ezzel a szemlélettel kapcsolatos új kérdéseket szeretnénk kivinni a kiállításra. Ez egy nagyon jó alkalom, jó fórum, hogy azokat, amit az ember idáig csak külföldön, esetleg a tengeren túlon tudott megismerni, azokat itt Budapesten, most pedig a Hung Expo lesz a kiállítás, tehát egy új helyszínen, ezen a területen megismerheti a legújabb fejlesztéseket. Az eddigi kiállításokon mindig nagyon jól éreztük magunkat, mi közvetlenül nem értékesítünk a kiállításokon, tehát természetesen, hogyha valaki szeretne implantátumot venni, akkor azt megteheti, de elsősorban nem erről szólnak ezek a kiállítások, hanem arról, hogy találkozzunk az ügyfeleinkkel. Elsősorban fogorvosok az ügyfeleink, természetesen az implantációhoz kapcsolódó protetikai megoldások miatt a fogtechnikusokkal is kapcsolatban állunk, de gyakorlatilag szájsebészek, fogorvosok az elsődleges célcsoport. 2015-ben még nagyobb terület, még több kiállító, még izgalmasabb élmények. Dental World 2015. Nagyon örültem neki, hogy egyre szélesebb körben látogatják, mint a fiatal orvostanhallgatók és a tanuló szájhigiénikusok, illetve asszisztensek is. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan nagyon várják ezeket a kongresszusokat, nem csak a kapcsolattartás kedvéért, ugyanis ilyenkor a vidékről is érkező orvos kollégák, asszisztensek, szájhigiénikusok egymondván egy ilyen találkozója van. Én úgy gondolom, hogy teljesen jó, hogy egy évben legalább egyszer van egy ilyen.